A Szentes Városi Amatőr Színkör egy nagyon jeles állomáshoz érkezett. Szentesen a Dózsaházban augusztus 19-én avatták fel a Padlásszínházat, Padlásszínpadot. A Színkör Egyesületének elnökével beszélgetek. Dunai Józseftől szeretném megtudni azt, hogy valóban tényleg ez egy nagyon jelentős állomás az önök életében, hiszen már azért egy-két éve több helyszínen már felléptek. Persze, hogy jelentős, hiszen ez lesz innentől kezdve az otthonunk. Ez lesz az a hely, ahol próbálunk rendszeresen, ez lesz az a hely, ahol egyébként is találkozni fogunk, illetve ez lesz az a hely, remélhetőleg, ahol kisközönség előtt többször egymás után bemutathatjuk az új darabjainkat, illetve kísérleti jelleggel, kisebb érdeklődésre számot tartó művekkel, illetve stílusú darabokkal készülhetünk. Most már valóban egy nem csak színkör, hanem egy igazi színház tulajdonképpen, mert van társulat és van színházterem. Van társulat, van színpad, színpad mögött öltöző, jelmeztár, díszlettár, hangosítás, világítás, minden megvan hozzá. A zavató ünnepségen melyik darabot adják elő? Legújabb kabaré válogatásunk az, amit műsorra tűztünk, ezt eleve a Padlásszínház avatására szántuk. Ez klasszikus kabaré, szigorúan politikamentes, csak úgy, mint az eddigiek. És beszéljünk egy kicsit a jövőről is. Az, hogy most van egy ilyen állandó színhelyük, ez jelenti azt, hogy egy kicsit, hát csúnya szóval mondom, és talán nem is ez a jó szó, de egymást azt hiszem, hogy érteni fogjuk, fölpörög egy kicsit az amatőr színjátszók? Bízunk benne. Legalábbis a cél az az, hogy mivel hogy állandó helyünk van, csak rajtunk múlik, hogy hányszor, milyen gyakorisággal mutatunk be darabokat. És hát erre gondoltam én is, hogy egyrészt a darabok száma, másrészt talán a színjátszók, a fellépők száma is egy kicsit növekedhet, vagy növekedhetne. Ön hogy gondolkodik ebben? A célunk az az, hogy nagyobb repertoárral rendelkezzünk, tehát több darab, több válogatás, több mesejáték, esetleg több egyfelvonásos, illetve nem titkolt cél az, hogy a taglétszám növelésével különböző szereposztásokban is el tudjuk játszani, akár ugyanazt az összeállítást. Kipróbálni más-más karaktereket, illetve kipróbálni más-más embereket, hogy neki hogy áll egyik vagy másik szerep. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hát még egyszer elmondom, abból az apropóból történt ez a kis rövid interjú, hogy átadták a Szevasznak, a Szentes Városi Amatőr Színjátszókörnek, a színkörnek a új épületét, új színházát, amiben nagyon sok saját munka is van, persze biztos van támogatás is. Ehhez a sok saját munkához kívánok sok sikert és a bemutatókhoz. Köszönjük szépen. Én úgy érzem, hogy mindenféleképpen el kell mondjam, hogy példaértékű volt az az összefogás, amit a szentesi vállalkozások nyújtottak. A teljes beruházási költség egyharmadát szentesi vállalkozások adták össze anyagban, szolgáltatásban, készpénzben. Nagyon köszönjük nekik. Elmesélek önöknek egy történetet, amit úgy higgyenek el, hogy megtörtént. Nem is olyan régen, Rátóton. Minden az asszonyok békétlenségével kezdődött. Nézzék csak! Elég volt a nők elnyomásából. Úgy van úgy, nincs ez így jól elrendezve. De nincsen. Minden teherből nekünk asszonyoknak tudnám miért a jó Isten. Egész nap csak lótunk, futunk, meg sütünk, meg főzünk. Aztán még este sincs megállás, hiszen ottan sírnak, rívnak a gyerekek. Az ember? Hát az ember az meg csak a kocsmában iddogál. Nincs ez így jól elrendezve. Ugyan, de akkor a szülésről még nem is beszéltünk. Hát minden teher a miénk. Nincs ez így jó, asszonyok. Hát ne békétlenkedjetek, hát! Fogadjátok el úgy, ahogy van. Nem úgy van az, Mári néni. Én már arra is gondoltam, hogy jobban szereti az újra férfiakat, mint minket. Ej, dehogy is! De tudjátok mit, asszonyok? Hát menjünk el magához, a jó Istenhez. Aztán panaszoljuk el neki a dolgot. Úgy van úgy, de legalább a szülést az. Nosza, felkenekedtek, hogy elmenjenek a jó Istenhez, és elpanaszolják kérésüket. panaszaikat. Rendben van, asszonyom. Változtatunk. Legalább a szülésből egy Istenre áldozunk a férfiak. Ezen túl a ti dolgozatosak a szülés. A leendő apáké, ahol jöttetek. Na de aztán meg egy lányától. Az asszonyok megnyugodva tértek haza. Na, mit mondta Bugyi? Érdemes volt eljönni? Csak meg ne bánjátok! Ej, Mári néni, mindig az öregek tapasztalata. Hallotta, még az úr is meghallgatott minket. Szeretném én azt látni. Jaj, asszonyok, ne elégedetlenkedjünk már. Hát örüljünk annak, amit elértünk. De tudjátok mi? Hát próbáljuk ki, hogy tényleg úgy van-e, ahogy azt mi gondoljuk. Éppen várandós a jegyzőnél. Hát menjünk el a házához. Na most aztán jegyző uram, jó, meg szenvedsz a gyerekedért. Nem mindig csak az örömök, a kínlódás, az is a fiat lesz. Úgy is van az jó. Nekek is 3 fiam van, egyiket se adták ingyen. Na de most, hogy így, ha belegondolok, az én uram még mindig jobban járt mindig. Hát az enyém, hát a 9 hónap nyűgje terhe. Azért én meg hiszem, hogy csak 9 óra. Ugyan már, asszonyok, ne elégedetlenkedjünk. Örüljünk már annak, amit elért. Ahogy így beszélgettek, megérkeztek a jegyzői házához. Hűha, de nagy a csönd, nézzék, pedig már túl is van az időn. Ne hiszem, nagy a sürgésforgás a tiszta szobába. Hát ott van a bába, asszony is. Itt jön a jegyző uram. Így. Adjon Isten, jegyző uram! Adj Isten, asszonyom! Azt jegyző uram, aztán ha meg nem sértem a kérdésemnek, hogy érzi magát? Köszönöm, Billy. Jó vagyunk. Ej, a fiam születik. Attól leszek igazán jó. Tehát nem fáj semmi eset? Nem fáj nekem semmi, már mégis fájna. Ugyan már, asszonyok, hát a férfiak sokkal jobban tűrik a fájdalma. Ej, dehogy is, ne hiszem meg itt semmi baja. De mondja már, a Erikába se érez egy kis fájdalma. Hát igaz az igaza. Gyomromat nyomja egy nagy tál gombóc, mert hogy azt tettem ebédre, oda így szokott történni. De mondok mást. Az asszony. Ó, az asszony. Az első gyerek szülésénél. Hát majd alatt a házat úgy kiabál. Most meg. Egy ippanás nem sok, az annyit se szól. Sőt, mosolyog. Hát én ezt nem értem. Hát ezt én se értem. Na. Be is megyünk hozzám, mert lehet, hogy ebben a nagy csöndben már apa is volt. Asszonyok! Mit is mondott az úr? Az anyák szülnek, az apákra jutnak. Féligasság! Mondom én, hogy féligasság! Nem én mondtam, hogy jobban szereti az úr a férfiakat, mint minket. Ez nem igazság. Jó volt minden úgy, ahogyan volt. Bölcs az Isten, jót akar. Gyertek, menjünk a kocsmába. Azt ott várjuk meg, hogy milyen lesz a jegyzőnek. Fia vagy lány. Kocsmáros! 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 Jövök már! Jaj, a derekam! Jaj, a hasam! Hát mi a górság gyűjt már én rám ilyen hirtelen? Ha mentem ketté szakadok! Hűha! Nagy a baj! Asszonyok! Mit is mondott az úr? Az anyák szülnek, az apák vajudnak. Új, új. Valóban ezt mondta. Nem a férje, de nem ám, hanem az a voltam lánya. Miért nem hallgattatok a bölcs öreg asszonyra? Igaza volt Mári néni, hát de most már minden késő. Micsoda szégyen! Micsoda szégyen! Kellett nektek okosabbnak lenni, mint ő nála is! Ez az objektum tulajdonképpen a Csanál Segítő Központ egyik intézménye. A központ igazgatójától, Gálantól kérdezem, az önök életében mit jelent az, hogy most egy újfajta szolgáltatással bővült az objektumuk? Ezzel a padlástérnek a beépítésével, ami valóban még néhány hónappal ezelőtt egy cserepeket lehetett látni, és valóban egy raktárhelységként funkcionált, egy olyan szolgáltatást szeretnénk nyújtani, ami már nem olyan széles csoportnak, egy kifejezetten kultúrát kedvelő csoportoknak ad lehetőséget arra, hogy felolvasóesteket tartsanak, kisebb színházi előadásokat, beszélgetéseket szervezzenek meg. Ezért örülök tehát ennek egyfelől, mert ez a közösségi szolgáltatások bővülni tudtak, és talán itt a Dózsaházban ez befejeződött. Másrészt, amiért pedig különösen kedves ez számomra, azt kell tudni erről, hogy ebben az építkezésben egyetlen egy óra sem volt fizetett óra. Itt csak és kizárólag önkéntes munkával, rengeteg adománnyal, nagyon-nagyon sok támogatónk van, aki támogatta ezt a tevékenységet, és hát nem utolsó sorban kell kiemelnem azt, hogy megint egy olyan komoly összefogásból indult ez el, amikor is a Szevasz Egyesület és mi a Családsegítő Központ összedugtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy ezt megvalósítjuk. Összességében tehát tényleg azt gondolom, hogy a közösségi szolgáltatások egyfelől meg tudtak valósulni a közönségnek, másfelől tényleg azt látom, hogy fontos ez a dolog mások számára is, és valóban egy nagyon komoly közösségi munka is folyt a közösségi szolgáltatók létrehozásában. Amit idáig elmondott, abból számomra az derül ki, hogy Isten igazából nem is lehet erre az új szintére azt mondani, hogy egy új beruházás, hiszen nem nagyon kellett hozzá túlságosan sok pénz, viszont nagyon sok munka kellett hozzá, megfelelő hozzáállás, megfelelő együttműködés, tehát nem is annyira beruházás ez, mint inkább valóban egy új szolgáltatás, hogy önt idézem. Ez pontosan így van, és a gondolatom eleje tulajdonképpen éppen ez volt, hogy talán ettől az egyik legkedvesebb pillanat ez az intézmény történetében, hisz valóban nem egy pályázati pénz súlyos százezreiből valósítottuk meg, hanem részint az intézményünk költségvetéséből, amit engedett, másrészt pedig, mondom, nagyon sok adományozó szervezet, intézmény, cég, magánszemély az, aki emellé állt. Végezetül egy nagyon személyes kérdésem lesz. Én tudom, hogy önök azért szoktak eljárni magánéletükbe, színházakba. Mit szól ahhoz, hogy most itt Szentesen, akár az önök segítségével is, de hát mégis van egy állandó színjátszóhely. Itt magánember most úgy. Hát nehéz erre magánemberként válaszolni, hisz amikor megkerestem a Szevasz Egyesületet ezzel az ötlettel, akkor részint, mint az intézményvezetője, részint, mint magánember is tettem mindezt, és kifejezetten igen, ez volt a cél és a szándék, hogyha mi ezt közösen össze tudjuk hozni, akkor tényleg meg tudunk teremteni egy ilyen helyet. Már akkor is ezt megbeszéltük, hogy ez nem lehet kizárólag a Szevasz Egyesületnek a saját bejáratú kis színpadja, hanem igény szerint ezt mások is igénybe vehetik, és bizony számítanánk majd arra, hogy esetleg a gimisek, a drámai tagozattal, más színjátszó csoportok, de mondom, akár felolvasóestek és versmondásoknak a helyszíne is lesz ez. Tehát én bízom, hogy ez a közönség is hamarosan majd bejelentkezik túl a Szevaszon, más csoportosulások, és itt is megindulhat egy ilyen kulturálisabb, művészibb élet.